menekült mítosz, másikuk egyenesen Dél-Afrikából. Azt szeretném csak elmondani erről a körről, hogy ők nagyon bevállalós emberek, ugyanis a többiekkel ellentétben ők nem úgy választottak mítoszt, hogy egyszer csak így végignézték az összes mítoszt, és akkor kedvencüket kiválasztották. Ők először is kisorsolták egymás között, hogy ki milyen kultúrából fog választani egy történetet. És ezzel erőteljesen leszűkítették a választékot. És úgy érkeztek most közénk, hogy a választott a szerencséből adódó kultúrából hoztak nekünk egy-egy történetet. Első előadó, Zalka Csenge, Dél-Afrikából hozott nekünk történetet. A források királynőjének volt egy szépséges szép lánya. Az édesanyja nagyon büszke volt rá, de senki más nem szerette igazán. Azt mondták rá az emberek, hogy hűvös és távolságtartó, és fennhordja az orrát. Sohasem ment együtt táncolni a többi fiatal lányjal, sohasem dolgozott velük együtt a földeken, vagy ült le közéjük, hogy agyagerényeket formáljanak. Mindig magában sétálgatott a falu körül és a vadonban, és nagyon ritkán állt szóba bárkivel is. Elterjedt róla, hogy unalmas. Kicsit fura. Nem igazán lehet miről beszélgetni vele, és a potenciális kérők is nagy évben elkerülték, mondván, hogy hát ki akarna egy ilyen lányt feleségnek, még hogyha király kisasszony is. Egyetlen egy nagy szenvedélye volt a lánynak, akit Taisának hívtak, az pedig nem volt más, mint a színek. Nagyon-nagyon szerette a színeket. És valahányszor új színt talált, mindig egy egész napot, vagy több napot is eltöltött vele. Ha új bogyókat talált, összemorzsolta őket, és a bőrére kente a színüket, barnára, a vöröset, vagy a sárgát. És hogyha nagyon-nagyon ritkán hullott némi eső, és kinyíltak a virágok a földeken, akkor koszorúkat font belőlük magának, és azzal díszítette a helyet. És olyankor mosolyogni látták őt. És amikor látták, hogy visszasétál a faluba a virágkoszorúval, és a festékkel az arcán, és a csillogó szemekkel, és a ragyogó mosolyal, akkor egymásra néztek az emberek, és azt mondták, hogy Taisa új szín talál. És néha összekeverte ezeket a színeket a földdel és az agyaggal, és festett velük a sziklákra a falu körül. A legjobban azonban az égkékjét szerette. A földön, ahol ők éltek, nagyon-nagyon ritkán esett, és nagyon-nagyon ritkán nyílt ki bármi, ami zöld volt, vagy színes. Leginkább csak a homokot és a földet lehetett nézni, aminek nem volt túl sokféle színe. De az ég az mindig kék volt. Gyönyörű ragyogó kék, és ta is a legjobban azt szerette, amikor elhevert a földön, és az eget bámulta egész nap. És ahogy ott hevert, és nézte az ég kékjét, és el akart merülni benne, úgy a nap is nézte őt. És a napnak igencsak megtetszett ez a lány. Annyira, hogy egyszer megszólította őt, legyúlt a napsugárral, és megsimította a lány arcát, és azt mondta, hogy én vagyok az, akitől kék az ég. Szívesen. És a lány felnézett a napra, és azt mondta, hogy köszönöm. Kicsit gyanakodva. Kicsit hűvösen, kicsit távolságtartóan. De a napnak mégis tetszett ez a lány, és tetszett neki, hogy ennyire szereti a színeket, és hogy ennyire szereti a kék eget. És ezért elhatározta, hogy meghódítja Taisa szívét. És ezért este, amikor nyugaton leszállt a földhöz, megfestette az eget mindenféle színnel. Arannyal és rózsaszínnel és lilával. És Taisa szemei felcsillantak. És felmászott a legmagasabb fa tetejére, és onnan nézte a naplementét. És nagyon-nagyon tetszettek neki a színek. És attól kezdve a nap minden reggel és minden este, amikor nem éppen az ég tetején járt és egyéb dolga volt, megfestette az eget Taisa kedvéért. És a nap és a lány, a kicsit furcsa lány, egymásba szerettek. Igen, ám, de volt valaki más is, aki beleszeretett Taisába, szóval nem volt más, mint a szélmadár. A szélmadarat arrafelé nem sokan szerették. Általában vad volt, és hangosan sivítva vágott át a földeken, és felborított és elfújt mindent, ami az útjába került, de amikor meglátta Taisát, akkor ő is megszelídült egy kicsit. És lánya végig simította a lány arcát,
És aztán elsuhant a tenger fölé, és felhőket gyűjtött, és a földek fölé terelte a felhőket, és kis pamacsokat szakított le belőlük, hogy ne essen jégeső, vagy ne legyen vihar, csak éppen annyira essen az eső, hogy kinyíljanak a virágok. És a földeket elborították a színek. A fogföldi madártej fehér csillagocskáit, a szerelemvilág kékje, a pillangóvirágok rózsaszínű kis formái, az aranyvirágok rikító narancsai és sárgái. És ta is a vidáman sétált a virágok között, és csodálta a színeiket. De a szélmadár hamar rájött, hogy a lány nem tudja, hogy kinek köszönheti a virágokat, és hát ennek így semmi értelme nem lett volna, hogyha a lány nem tudja, hogy kinek kell megköszönni a virágokat. Ezért aztán a lány elé állt, és oda suhant, és azt mondta, hogy szívesen! És ta is a lány nézett a szélmadárra, és ismerte őt, és tudta, hogy általában mennyire vad, és mennyire féktelen, és azt mondta, hogy köszönöm. Kicsit távolságtartóan, kicsit hűvösen. És a szélmadár dühös lett, hogy ennyit dolgoztam érted, ide hordtam az összes virágot a lábaid elé. Miért nem tudsz hozzám kedvesebb lenni? Mosolyogjál már egy kicsit. És annyira földöhödött, hogy elkezdett tombolni. És végig söpört a földeken, és az összes virágot elsodorta. És ta is ott maradt egyedül. És sírt, és sírt. Egyetlen barátja volt csupán egy galamb. És a galamb fölébe sugdosta az üzeneteit, és a galamb aztán felrepült az égbe, és elvitte az üzeneteket a naphoz, a lány igazi szerelméhez. És így talált rá az édesanyja, amikor hazajött. A források királynője sokat utazott, meg kellett látogatni az összes vizet, az összes forrást, és mikor hazajött, látta, hogy a lánya szomorú. És látta, hogy elrepült a madár föl az égbe, és megkérdezte Taisát, hogy mit lehetné boldoggá. És Taisa azt mondta, hogy szerelmes a napba, aki minden reggel és minden este megfesti neki az égboltot. Források királynője pedig elmosolyodott, és azt mondta, hogy ezen tudok segíteni. És megparancsolta az összes állatnak, hogy döntsék ki a fákat a messzi erdőben. És aztán minden forrás és folyó kilépett a medréből, és a rönköket leúsztatták a vízen, egészen Taisa otthonáig. És aztán a források királynője parancsot adott az állatoknak, hogy építsenek egy létrát. Egy olyan magas létrát, ami az égig ér. És mivel a források királynőjének senki nem mert ellent mondani, mert hogy rajta múlott az életük, az állatok meg is ácsolták a létrát, ami fölért egészen az égig. És amikor elkészültek a nagy munkával, akkor ta is a búcsút mondott az állatoknak és az édesanyjának és a falubelieknek, és elkezdett fölfelé mászni. Igen, de ezt az égig érő létrát meglátta a szélmadár is. És pontosan tudta, hogy miért épült, és pontosan tudta, hogy hová, hogy kihez akarta is a menni rajta. És égtelen haragra gergett, és tombolni kezdett, és ledöntötte a létrát, és széjjel futta a rönköket, és ta is a maga is lezuhant. És a források királynőjének a szívét elöntötte a fájdalom és a szomorúság a lányáért és a lánya szerelméért, és sírni kezdett. És sírt, és sírt, és sírt. És a könnyei páraként kezdtek el emelkedni a föld fölé. És hogy ez a pára elkezdett emelkedni, és a szélmadár elvonult, megjelent a galamb az égből. Kicsit koszlottak voltak a tollai, és kicsit féloldalas volt a szárnya a nagy szélvihar után, de azért mégiscsak megérkezett, és valamit ta is a fülébe fölébe súgott. És a lány elmosolyodott, és felnézett az égre. És a felhők közül előbújt a nap. És a források királynőjének könnyei páraként emelkedtek egyre följebb és följebb, és emelték Taisát magukkal, amíg a lány fel nem ért az égbe, és ott szivárványá változott. És azóta is valahányszor tombol a szélmadár, és úgy tűnik, mintha vége lenne a világnak, előbb-utóbb mindig előbújik a nap, és rámosolyog a lányra, aki mindennél jobban szerette a színeket.